Kentre fejfejt elindulok, vadászkába odaérek, de 100% fejfejt. Ne menjen egyik se előrébb, az a tempót legyen, és onnan meglódítom őket fokozatosan. Jó hosszan kikentrézek, de a cél után szép lassan már tartok azért fel. Hosszan kikentrézek, erdő körül, nagy kör haza, lemosni. Odafigyeljetek, ne csesszük el a melót, egymás segítsétek. És galocsasz csak föl, szép lassabban, mint szoktál, Korina, föl. Az egy ilyen aufgalop, kikentre. És egyenes végén állok meg. Rudi, Vili. Vibus. Most sehol senki, bejöttek 2 perccel Lajosék, és nem tudom, hogy hol vannak 2 lóval. Nehogy bazd meg, pont találkozzanak itte. Amúgy üres a pálya. Mi 3 lovunk benn volt, Lajosék bementek most. Hogy ezt hol mennek? Nagyon kicsin, de általában ők a kicsin szoktak, de nem bukkantak elő sehol. Most itt ez az ideg. Oké, Gabika, köszönöm. A miénk azok majd jönnek, abban nincs baj, csak a Lajosék hol lehetnek. Nem kérdeztem, hogy hol mennek, sajnos be, de hát nem bukkantak elő. Az enyémek meg a nagyon mindjárt előbukkannak. Na most, ha nem bukkantak még a Lajosék elő, akkor elképzelhető, hogy ők is a nagyon mennek. Ami nekem jó lenne, mert akkor nem találkoznak. Na jó, hát 3. Az enyémek most vannak a egyenesbe. Ugye nagy homokon jönnek fel, 2 kentre. Becsúsznak vadászkába, kis, és onnan megrázni fokozatosan őket. Lajosék sehol, úgyhogy elképzelhető, hogy nem találkozunk. Nagyon bízom benne, persze. Jó, hát ezek jönnek. Most ha mindjárt odaérnek a kicsihez, úgyhogy már valószínű 99%. Most már 100, hogy nem találkoznak. Na itt érkezik a brigád. Kívül Rudi, középen Vivus, belül Vilike. Aminek valószínű, hogy nem 1000 meg 1100 méter lesz a távja. Hopp, a Vibus belökték, és ott a 2 valahol ott kevereg, mégiscsak bejöttek a 2-be. Jó! Jó, jó munka volt. De csak bekeveredtek eltek. Honnan a gecibe jöttek, azt nem tudom. Jó, jó mentek. És képzeld el, ami 2 hete volt meló, a Vili és a Viva. Ugyanígy. Meglovagolva és halálpontosan fejbe. Mint ha össze lennének ragadva. Jó meló volt különben szerintem. Na jó.